Ugye idén ünneplik az önkormányzatok a fennállásuknak a 15. évfordulóját, és ebben a 15 évben az idén 13. alkalommal szerveztük meg a Fiók Maraton futóversenyt, amely a Bécs-Budapest Szupermaraton nemzetközi futóversenynek a felvezetésére, illetve a futás megszerettetésére, az egészséges életmódra nevelésnek a fontos eszköze ez a mai rendezvényünk, és amelyet 13. éve Nagy Igmánda az egyik szervező a négy településsel együtt természetesen, van a Bábolna, Nagy Igmánd és Kocs. Hogyha a testnevelő maga is nagyon szeret futni, éppen nem a futballt szereti jobban, majd egy kézilabdát, hanem mondjuk a futást, akkor a gyerekek is egy kicsit több kedvet kapnak tőle, vagy nagyobb kedvet, és például már a Millennium évében is 2000 kilométeres futást hirdetett meg az általános iskola igazgatója, és egész évben teljesítették ezt a távot a gyermekek, és hát tulajdonképpen ez a verseny minden évben egy meghatározott kilométer nagyságot jelent, tűznek ki a gyerekek céluk maguknak, és ebbe vesznek részt. De a Bécs-Budapest Szupermaraton futóversenyen is, amikor a futók itt Nagy Igmándon átfutnak, nagyon aktívan veszünk részt a szurkolásba, és hát az is kedvet ad a gyerekeknek, és hát a Fiók Maraton futóverseny is a futásra, amely egy nagyon egészséges dolog. Hát mi most a három polgármester asszonnyal, mi kerékpárral kísértük, vagyis vezettük fel inkább úgy mondom a futókat, de nem csak ebben az évben, hanem már az elmúlt évben, és jó magam is rendszeresen kerékpározom, és hát ez az egészséges életmódhoz az fontos. Tehát mi is részese vagyunk az egészséges életmódra való nevelésbe, tehát nem csak maga az általános iskola, hanem az önkormányzat is, és minden olyan jó kezdeményezést, amely a gyerekek, akik aztán majd a következő generációk felnőttei lesznek, az ő érdekükbe tesszük ezt, az egészségükért. Egyetlen egy szívfájdalmam van, hogy a Kocsi polgármesterrel még nem sikerült ezen a rendezvényen találkozunk, holott én már harmadik alkalommal szervezzük, hogy Banáról induljon. És szeretném, ha a kocsiak is aktívabban részt vennének. Én gyerekeim is nagyon sokat ülnek a számítógép előtt, így legalább egy évben egyszer szervezetten kimozdulnak. Igaz, hogy van a településünkön is több alkalommal, amikor van ilyen lehetőségük, hogy mozgás, de ez itt megismerhetik a többi település gyerekeit is. Hát nem csak sportolok, hanem táncolok is, biciklizni is nagyon szeretek, többször megyek a településen végig biciklivel, illetve nem csak ide jöttünk, hanem most az idejében a bábonai polgármester azt mondja, Banáig visszafele is kerekezni fogunk. A gyerekek a saját korcsoportjukban szép eredményeket értek el, a tavalyi évben doppingoltam is őket, mert lementem az iskolából, ott név szerint mindenkit megemlítettem, és vittem le nekik csokoládét. Az idejében már több mint 50 gyerekünk vesz részt ezen a rendezvényen. A pedagógusaink nagy mértékben mögöttük állnak, ők készítik elő a gyerekeket a nevezési lapukkal, már teljesen készen vannak, mire a versenyre sor kerül, és a pedagógusok végig is kísérik őket az útvonalon. Én azóta tudok erről a futóversenyről, amióta polgármester vagyok, és azóta a tevékeny részesei vagyunk, meg hát korábbi években is futottak a bábolnai diákok, nagyon jó eredményekkel, és most már ez volt a harmadik évünk, amikor a polgármester asszonyokkal bicikliztünk is, ugyanezt a távot, amit a gyerekek lefutnak, azt mi biciklivel tesszük meg. Ebben az évben a fő szponzor, Unger Károly úr is a Tékom képviseletében, ő is lebiciklizte velünk ezt a távot, és ő saját bevallása szerint edzett is előtte erre a távra. Én úgy gondolom, hogy minden, ami a sporttal kapcsolatos, az egészséges életmódhoz kapcsolódik. Na most én saját személyes élményem és véleményem, meg a saját energiámról tudom, én nem tudnám ezt a 13 kilométeres távot lefutni. A biciklizésnek még lelkes híve vagyok, és azt bármikor ekkora távot simán letekerek, sőt most visszafelé is biciklivel fog menni a banai polgármester azt mondja, tehát 26 lesz belőle, de a futást azt soha nem bírnám bevállalni. Egy szervező munka előzi meg ezt a futóversenyt, amikor is a települések szervezői polgármesterei összeülnek, és megbeszélik a részletes teendőket.
Ugye ehhez kell azért az útbiztosítás, a rendőrség és a polgárőrség részvételével, azután kellenek a különböző támogatók a díjakhoz. Ahogy említettem, ennek a TÉKOM a fő támogatója, és Bábolna polgármesteri hivatal ebben az évben egyéb tevékenységet, tehát egyéb csokoládéval, üdítővel is segíti ennek a rendezvénynek a lebonyolítását. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak minden, ami sporttal és a kultúrával kapcsolatos, azt támogatni kell. Egészséges gyerekeket kell, hogy neveljünk, és a gyerekeket arra kell nevelni, hogy élvezzék a sportot, élvezzék a jó levegőt, a futkosást, a focit. Tehát minden, ami a sporttal kapcsolatos, azt támogatni kell az én véleményem szerint az önkormányzatnak, és ez a futóverseny is ebbe a sorba tartozik. Ahhoz, hogy valaki egészségesen tudja megélni az életet, és egészséges felnőtt legyen, és ne csak egészséges a testi értelemben, hanem a lelke is egészséges legyen, ahhoz az én véleményem szerint a sportot szeretni kell, és magas fokon művelni is. Mi 5 éve vagyunk itt a megyében direkt módon, és azóta kisebb vagy nagyobb mértékben szponzoráljuk magát a Megyei Atlétikai Szövetséget, és a Megyei Atlétikai Szövetségnek ez egy kiemelt versenye, ez a Fiókmaraton, és természetesen itt is részt kell, hogy vegyünk. Az idei év az kimondottan sikeres volt, mert hogy elég sok megjelenésünk van most ezen a versenyen. Az üzleten kívül azért vannak más társadalmi funkciói is. Minden cégnek, legalábbis én úgy gondolom, és a T-Mobil sem kivétel ez alól. A sport az önmagában is ugye egy küzdelemet jelent, és itt is ugye meg lehet mérni magunkat másokkal szemben. Ez ugyanolyan, mint a piaci élet, és ezért aztán a sportban a cégünk nagyon sok helyen jelen van, és természetesen a megye sem lehet kivétel ez alól. És ami még nagyon fontos, hogy nem csak az élsportolókra kell gondolni, hanem azokra a fiatalokra is, akikből majd a jövőben élsportolók lesznek, és ez az utánpótlás válogatásnak is egy nagyon jó versenye ez a kis Fiókmaraton, ahol a gyerekek megmérhetik az ügyességüket, és fölfigyelhetnek a szakemberek az igazi tehetségekre. Én jó magam sajnos nem sportoltam így aktívan, természetesen hát vannak azért olyan sportágak, amiket űzök. Most például ugye a polgármester asszonyokkal együtt kerékpároztuk le ezt a távot, nagyon-nagyon élveztük, nagyon jó volt az időjárás, és gyerekeim révén, akik viszont aktívan sportolnak, hát valami elkötelezettségem azért van a sport iránt. Nagyon kellemes volt, nem csak azért, mert hogy a társaság kellemes volt, hanem az időjárás is nekünk kedvezett, és igazából nem nagyon adatik meg az üzleti élet mellett az, hogy ilyen tevékenységet is űzzek, és nagyon-nagyon hiányzott, és ezért nagyon kellemesen éreztem magamat. Egy hét múlva jön a nagyfutás Bécstől Budapestig, és ugye az is a négy községen keresztül fut, és úgy gondoltuk, hogy ez a négy község megérdemli, hogy itt rendelünk egy ilyen helyi, rövidebb távú 13 kilométeres maratont. Oroszlán részt vállal a négy település, kocsis, ugye nem futunk most már kocsi, mert nagyon hosszú lett volna a táv, de ugyanúgy ők is kiveszik a részüket, Bene Bábolna Nagyimán kocs, polgármesteri hivatalok segítenek, iskolák, igazgatók, testnevelő tanárok nagyon jól szerveznek, váltókat hoznak, irányítják a versenyt, váltóállomásokat működtetnek, nagyon nagy segítséget nyújtanak. Első 8-10 évben még nagyon sok veterán is indult, az utolsó 2-3-4 évben már inkább a fiatalok, a diákok felé nyitottunk, ezért 4 évvel ezelőtt megengedtük a külső iskoláknak is, tehát a külsőt értem a Komáron, Bokod, Tatabánya, tehát idegen váltok is, tehát a cél átment most már a diákok felé, a diákoknak, a tömegnek a megmozgatása. Nagyon jó a diákoknak versenyt rendezni, tehát nagyon aranyosak a gyerekek, inkább ez most már a fő motívum, hogy őnekik egy ilyen jó hangulatú kis vasárnap délutáni versenyt rendezünk. Aki az egyénit elvállalta, 15 éves korig hirdetünk most mindjárt kezdődik az egyménhetés, a 13 kilométeres női férfi, és van az abszolút természetesen, azért meghagytuk a lehetőséget az idősebbeknek is, és van a váltó két korcsoportban, fiúknak, lányoknak, ők pedig a 13 kilométert, bocsánat, hát nem is pontosan először, de négy részben futják le, őnekik az a 4x4 szakasz, ami adja a váltónak a végeredményét. A létszám az nem nagyon váltó, de nem is baj. Tehát ezt a 150-160 embert nagyon jól tudjuk kezelni. Jó volt a hangulat, jó volt az időjárás, jó volt a színvonal, és azért hozzáteszem, hogy a négy község polgármestere is oda tette magát, ahogy már beszéltem erről, és külön köszönet a három polgármester asszonynak, aki a T-Mobil megyei vezetővel együtt kerékpáron megtette a távot, még nagyobb hangulatot
hozott itt ennek a versenynek. Várjuk őket jövőre is, hogy mutassák meg, hogy milyen jól tudnak kerékpározni. Ez szerintem még jobban emelte személyes részvételükkel ezt a verseny nívót. Én azt mondanám, kicsit nagy képviselő, hogy két évre előre tekintünk, tehát a jövő versenyszámok már most megvannak, tehát akár holnap leülünk a gép elé, meg tudnánk írni a versenykírást, tudjuk, hogy mit akarunk, és hogy miért tudjuk, hogy mit akarunk, mert mindig nagyon jókat súgnak nekünk. Tehát itt a helyi négy községnek a vezetői, tesztnevelői mindig elmondják a tapasztalatokat, ők talán jobban ismerik ezt a környéket, és már most megmondják, hogy miben kicsit más, hogy szervezzük, más versenyszámunkban, más korosztályban. Tehát tudjuk, hogy lesz jövőre, reméljük, hogy lesz jövőre, és folytatjuk.